ki meg újonnan jön föl, annak ugye bruttó elszámolása lesz. Nagyjából ezek a változások. És valóban az a jó hír, hogy szeptemberben ki fogunk jönni azzal, hogy hol lehet Magyarországon újra napelemeket a háztetőkre tenni. Ugye volt egy korlátozás, mert nagyon gyorsan növekedett a napelempark Magyarország, és a hálózat úgy tűnt, hogy nem mindenhol képes ezzel lépést tartani. Közben nagyon sok fejlesztés megtörtént, kormány beavatkozott, sok fejlesztés megtörtént, és azt tudom mondani, hogy szeptemberben kijövünk új lehetőségekkel arra, hogy Magyarországon számos településen, számos körzetben várhatóan lehet majd napelemeket feltelepíteni a tetőkre.